Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Érettségi után a szakmai vizsgák kezdődnek, védőfelszerelést ad az önkormányzat a szekszárdi középiskoláknak. Vádemelés, a legjobb barátját ölte meg egy férfi bátán. Illegális szeméthalmok, sok bejelentés érkezik a szekszárdi polgármesteri hivatalhoz. Készülnek a strandszezonra, már átálltak nyári üzemmódra a bonyhádi termálfürdőben. Túl vagyunk a magyar, a matematika és a történelem érettségiken. A szakmai vélemények szerint diákbarát feladatokat kellett megoldaniuk a végzősöknek. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban a pedagógusok a középszintű feladatsorokat könnyűnek ítélték, míg az emeltszintűek komoly fejtörést okoztak a diákoknak. Három tárgyból, magyarból, matematikából és történelemből megírták az érettségit a végzős középiskolások. Már a javítások még visszavannak, hiszen a dolgozatok elzárva pihennek a vírus veszély csökkentése érdekében, a pedagógusok képet kaptak az idejévi feladatokból. A középszintű vizsgát tevők számára nem volt nehéz a feladatsor, de például az emelt szintű magyarra jelentkezők közül biztosan sokan bánják a szóbeli vizsga elmaradását. Ha a középszintű magyar érettségiről beszélünk, akkor tényleg nem volt nehéz. Az emelt szintről ugyanezt nem mondhatom el. Hogyha azt nézem, hogy az én tanítványaim mire készültek, akkor mi nagyjából egy ilyesmire készültünk. Mind a szövegértés rész olyan volt, ami megoldható volt, mint pedig a többi. Az emelt szintű feladatsor több olyan kérdést is feltett, amire ilyen mélységig nem készültek a gyerekek, mondta Dudai Gabriella. Matematikából közepesen nehéznek értékelték a szaktanárok és a diákok is a feladatsorokat. Szerdán a történelem érettségi zajlott, melyről első olvasásra a Tolnai Szent István Gimnázium igazgatója azt mondta, meg kell vele küzdeni. A történelem feladatok szövege nem könnyű, tehát biztos, hogy a gyerekeknek többször át kell olvasni, megérteni a feladat szövegét, illetve a középkori, kora, újkori, újkori források szövegét. Önmagában a feladatsor valóban tényleg középszinten reális, megoldható. Hogy kinek milyen eredménnyel zárul az idei rendkívüli érettségi vizsga, az napokon belül kiderül. Az érettségik után napokon belül a szakmai vizsgák is elkezdődnek a középiskolákban. A szekszárdi önkormányzat maszkokat és védőkesztyűket ajánlott fel a területén működő oktatási intézményeknek, hogy biztonságosan tudják lebonyolítani a vizsgákat. Három iskola élt a lehetőséggel. Ács Rezső polgármester érkezik a szekszárdi szakképzési centrum Ady Endre szakképző iskolájába az idekért védőfelszerelés mennyiséggel. A város valamennyi a területén működő középiskolának felajánlotta a segítséget az érettségi és a záróvizsgák biztonságos lebonyolításához. Volt, aki nem élt vele, mert kellő mennyiségben ellátott, voltak viszont, akik elfogadták a segítséget. Több szekszárdon működő intézmény, a szakképzési centrum, az esélyi, illetve a Kolping iskola jelezte, hogy megköszönik, és szívesen vennék ezt a felajánlását a városnak, az önkormányzatnak. Ennek a segítségnyújtások a keretében összesen a szakvizsgák sikeres lebonyolítása érdekében, ami pénteken kezdődik egyébként, mint egy 880 darab szájmaszkot, egyszer használatos szájmaszkot biztosítottunk a három intézménynek, illetve 220 par kesztyűt, valamint feltöltlenítőszert. Ács Rezső elmondta, fontosnak tartják, hogy lehetőségeik szerint a kötelező feladataikon túl is segítsék a szekszárdi vagy szekszárdon tanuló gyerekeket, hogy biztonságban a vizsgák sikerére tudjanak koncentrálni. A szekszárdi szakképzési centrumban most az érettségig zajlanak, utána pedig már a szakmai vizsgák kezdődnek. Dömötör Csaba kancellár elmondása szerint a hozzájuk tartozó Tolna megyei iskolákban közel ezren vizsgáznak majd a következő időszakban. Szekszárdi viszonylatban ugye három iskolánkban olyan körülbelül 370-380 tanuló fog várhatóan vizsgát tenni. A jövő hét, illetve hát itt pénteken kezdődik az Adiba, és azt követően pedig a jövő hét folyamán már folyamatosan mennek a vizsgáink. A centrum egyébként saját készlettel is rendelkezik, így ha kell, ahhoz is tudnak nyúlni, illetve az iskoláik nem csak kapnak, hanem adnak is. Az egészségügynek és önkormányzatoknak több száz 3D nyomtatóval készült arcvédő pajzsot készítettek néhány hete. Szekszárd polgármestere Ács Rezső azt mondja, a következő időszakban is szerveznek majd a mostanihoz hasonló akciókat, azt már főként az időseknek és a kisgyermekeseknek.
Krízis támogatást igényelhetnek a rászoruló paksiak. A város polgármestere döntött az erről szóló rendelet módosításáról. A visszanemtérítendő egyszeri támogatás háztartásonként egy személy részére adható, melynek összege 75 ezer forint. A koronajárvány miatt rendkívüli élethelyzetbe került lakosokon segít a paksi önkormányzat. Ez azokat a paksiakat érinti, akiknek a koronavírus járványhelyzettel összefüggésben veszélybe került a megélhetésük, lakhatási lehetőségük, a karantén miatt rendkívüli kiadások terhelték, vagy egészségügyi kiadásaik miatt jövedelmük jelentősen csökkent, esetleg elveszítették alkalmi munkájukat, megszűnt a munkaviszonyuk. Kizárólag rászorultságot igazoló dokumentum ellenében igényelhető a városi önkormányzatnál a krízis támogatás. Akkor ítélhető meg ez a támogatás, hogyha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a háztartásban élőknek a nyugdíjminimum 220%-át, egyedülálló esetében pedig a 250%-át. Tehát ez egy nagyon fontos kritérium. A krízis jellegű visszanemtérítendő egyszeri támogatás háztartásonként egy személy részére adható, melynek összege 75 ezer forint. A kérelemhez kapcsolódó űrlap a paksi polgármesteri hivatalban kérhető és online letölthető a város honlapjáról. A legjobb barátját verte agyon egy férfi Bátán tavaly októberben. A két férfi évtizedes kapcsolata egy nő miatt romlott meg. A 60 éves gyilkos a saját házában ölte meg barátját, majd feltakarította, a holttestet pedig a pincéjében rejtette el. Másnap oltott meszet vett a faluban. Azt tervezte, hogy a vegyszerrel megmarja az áldozat arcát, hogy az ne legyen felismerhető. A meggyilkolt férfit végül napokkal később találták meg a rendőrök. A tettest Budapesten fogták el, ő azóta börtönben van. A vádiratban az ügyészség a vádlottat az emberölés büntettének alapesetével vádolja, és vele szemben börtönbüntetés kiszabását, illetve a közügyek gyakorlásától eltiltását szorgalmazza a szexuális törvényszéknél. Nem kötötte be a biztonsági övét, és feltehetően túl gyorsan hajtott az az autós, aki szerda délelőtt az M9-es autóúton Bogyiszló közelében elveszítette uralmát a járműve fölött és az árokba csapódott. Úgy tudjuk, bár a sofőr a saját lábán szállt ki a szinte felismerhetetlenségig összeroncsolódott autóból, a mentőben rosszul lett. Az elsődleges információk szerint súlyos fejsérülést szenvedett. Úgy értesültünk, hogy csak a jármű biztonsági eszközeinek köszönheti az életét. A férfi az ütközést megelőzően átszakította a szalagkorlátot is, a járművével megpördült, és úgy tért az autó nyugalmi helyzetébe. Az 53 éves férfit a mentő kórházba szállították, az elsődleges vélemény szerint súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset körülményeit a szexádi rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályán vizsgálják. Az első negyedévet, de főként a március hónapot követően már egyértelmű a lassulás az autópiacon, amit az áprilisi számok is alátámasztanak. Új autókból az előző évi mennyiség fele fogyott, a használtak iránti kereslet pedig a negyedével apadt, derül ki az egyik piacvezető cég elemzéséből. Mindeközben a hazai tulajdonosváltások terén is további csökkenés várható, hiszen a veszélyhelyzet ideje alatt a vevők zöme jellemzően kivár. Hiába szabható ki akár 150 ezer forintos bírság és járhat érte több év börtön, rendszeresen fordulnak a hatóságokhoz ingatlan tulajdonosok azzal, hogy mások szemetet helyeznek el a házuk elé. Szekszárdon és Tolnamegye több pontján is szélmalomharcot folytatnak a hatóságok az illegális szemetelők ellen és a hulladékhegyek eltüntetése érdekében. Hatalmas szemétkupac égtelenkedik, alaposan bezacskózva Szekszárdon a Pollák Mihály utcában épp felújítás alatt álló ház előtt. Csütörtökön fél egyfelé jött ide a festő, mivel ez a házat felújítjuk, és ő szólt nekünk, hogy ide a ház elé valaki délelőtt vagy az éjszaka folyamán egy nagy kupac háztartási hulladékot pakolt le, szépen bezsákolva, úgy, ahogy ez illik. Szabó Ferenc és felesége értetlenül áll az eset előtt. Azt tervezik, hogy kamerát és riasztót is szerelnek a házra, hogy elriasszák a szemetelőket és a bűnözőket, továbbá, hogy fény derüljön a szemetelő kilétére. Ezen kívül egy bejegyzést is közzétettek a legnagyobb közösségi oldalon, amihez több hozzászólás is érkezett. Mindenki felháborítónak tartja az esetet. Varga András városigazgatási osztályvezető azt mondja, a személyiségi jogok védelme miatt a házra felszerelt kamera nem irányulhat az utca felé. Az ingatlan tulajdonos ilyen esetben a polgármesteri hivatalhoz fordulhat segítségért. Amennyiben olyan jellegű vagy olyan mennyiségű a hulladék, hogy
nem jelentős, akkor azt gyakorlatilag 24 órán belül a polgármesteri hivatalnak a köztisztasági munkacsoportja elszállítja a helyszínről. A városigazgatási osztályvezető kiemelte, Szekszár több pontján gond az illegális szemetelés. Rendszeresen kapnak bejelentéseket helyiektől a folyamatosan újra termelődő szeméthalmokról. Több hatóság is eljárhat ilyen esetben. Amennyiben fény derül a szemetelők kilétére, a közterületfelügyelők csak úgy, mint a rendőrök, akár bírságot is kiszabhatnak, aminek a mértéke 5000 forinttól 150 000 forintig terjedhet, de legtöbb esetben figyelmeztetés történik. A rendőrség is eljárást folytathat ilyenkor. Az illegális szemétlerakás lehet szabálysértés vagy bűncselekmény. A törvény szerint az előbbi kategóriába tartozik a háztartási hulladék kihelyezése a település vagy az erdő szélére. Minden más hulladék elhelyezése a hatóság által nem engedélyezett helyen bűncselekmény, és 3 év börtön járhat érte. Ha pedig veszélyes hulladékról van szó, akkor 5 év börtön is járhat a szemetelésért. Már a nyári szezonra készülnek a Bonyhádi termálfürdőben. A kormány rendelete értelmében a vidéki települések fürdői hétfő óta kinyithatnak. Bonyhádon június közepére tervezik az első vendégek fogadását. A füvet már locsolják, és a karbantartók is folyamatosan dolgoznak a Bonyhádi fürdő területén. Itt már a nyári szezonra készülnek. A kormány rendelete értelmében ugyanis a vidéki fürdők hétfő óta már kinyithattak. Június hónap közepén olyan állapotban kell lennie, hogy kinyitásra alkalmas legyen. Ez azt jelenti, hogy a medencéknek fel kell tele lenni vízzel, hatósági engedéllyel kell rendelkezzünk, laborpapírokkal kell alátámasztani, hogy a víz fürdésre alkalmas, és ha ezen feltételek együtt vannak, akkor megszülethet az a döntés június hónap elején, hogy június közepén kinyithatunk. Bár a koronavírus miatt még sok a bizonytalanság a jövőt illetően, Bonyhádon már hetekkel ezelőtt elkezdtek átállni a téli üzemmódról nyárira, és a fürdőben megforduló vendégek kényelmét szolgáló kisebb fejlesztéseket is végeztek. Hogy más nem mondjak, régi vágyunk volt az, hogy bankkártyás fizetéssel lehessen a fürdő területére lépni, és a büfében is lehessen kártyával fizetni. Ennek feltételeit megteremtettük. A dolgozó személyzetnek a belső komfort érzetét növelő intézkedéseket megtettük, irodaépületeket újítottunk fel, tehát részünkről készen állunk egy nyári nyitásra. A Bonyhádi fürdő a tervek szerint tehát június közepétől várja a vendégeket. A koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került időseknek segítő önkéntesek áldozatos munkájáról írt egy hip-hop dalt az egyik szekszárdi 22 éves egyetemista, amiből videóklip is készült. A kisfilmet a szekszárdi polgármesteri hivatalban mutatták be, és a későbbiekben az interneten is elérhetővé teszik. Nagy Kristóf Balázs alias Kritya azt mondja, azért gondolta, hogy dalba önti gondolatait és érzéseit, mert ő is szívesen vesz részt a szekszárdi önkéntes programban, és szerette volna szülővárosát népszerűsíteni. Szekszárdon egyébként eddig 40-en jelentkeztek önkéntesnek, és elsősorban az időseknek segítenek bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában. A fő üzenete szerintem az volt, hogy tényleg mindenkinek össze kell fognia ezekben az időkben, és itt most bizony számít a korosztály is, tehát a különböző korosztályok másképp tudnák hozzájárulni ez a sikerhez. Értelemszerűen vannak, akik a munkahelyen állnak ilyenkor jó helyt, viszont akik pedig akár tanulók, diákok és van egy kis szabad idejük, azok az önkéntes program keretein belül sokat tudnak segíteni az idősebb korosztály számára. Regionális híreink következnek. Újabb Széchenyi kártya hitelprogram, az agráriumot is segíti a lehetőség. Mégis lesz nyár a Balatonon, egyre több vendéglátóhely nyit ki a tóparton. Döntött az MLS, a bécsi csapat is nevezhet az NB2-es bajnokságra. Agrár Széchenyi Kártya Plusz programot indított a kormányzat a mezőgazdasági vállalkozások segítésére. A koronavírus okozta helyzet kezelésére, a munkahelyek megmentésére irányul a kedvezményes hitel lehetőség. Emellett további 4 Széchenyi Kártya hitelprogram is indul május közepén a kormány gazdaságvédelmi akcióterve keretében. A hitel lehetőségek a helyi iparkamarák irodáin keresztül már most előjegyzésben elérhetők.
Elindul hazánkban az a hitelprogram, amely a gazdaságvédelmi akcióterhez kapcsolódik. Ezek a rendkívül alacsony kamatozású hitelek a magyarok munkahelyeinek megőrzését, a hazai vállalatoknál meglévő szaktudás megvédését szolgálják a kormányzat tervei szerint. A mezőgazdasági szektorban dolgozó vállalkozások is részesülnek ebből a hitel lehetőségből. 100% közösségvállalás, 100% kezelési költség és a kamattámogatás is a kormány a különféle szervezetein keresztül megadja. Tehát ez egy költségmentes hitel lehetőség, 200 millió forintig agrárvállalkozók, akik mezőgazdasági terméket állítanak elő, jelentkezhetnek erre a hitel lehetőségre. A fő cél, hogy az ő likviditási problémáikat oldják meg a lehető legnagyobb támogatással. Emellett május közepén 4 új Széchenyi kártya konstrukció is megjelenik, mondja a főtitkár. Az egyik egy bértámogatási lehetőség, ami 9 és 18 hónapra biztosít akár 750 millió forintos keretösszegig bértámogatást. Ehhez kapcsolódik majd egy nagyon kedvezményes folyószámlahitel. Ezek ilyen 0,1%-os hitelkamattal fognak működni. És megjelenik két új konstrukció, egy beruházási és egy likviditási Széchenyi kártya konstrukció. A Széchenyi likviditási hitel, forgóeszköz hitel, futamideje 3 év. A hitelösszeg maximuma 250 millió forint, nettó kamata 0,2%. A Széchenyi beruházási hitel plusz beruházási hitel célokra, a kapcsolódó forgóeszköz beszerzés finanszírozására, hitelkiváltásra is felhasználható. A hitelösszeg legfeljebb 1 milliárd forint, a vállalkozás 0,5% kamatot fizet utána. A Széchenyi kártyák a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara irodáiban igényelhetők, akár már most előre, tudtuk meg a szervezet főtitkárától. Éledezik a Balaton. A legtöbb büfé, étterem és kávézó már ezen a héten kinyit vagy kinyitott. A tulajdonosok a szigorú szabályok betartása mellett kezdhetik el a szezont. A kézfertőtlenítő, a szájmaszk és a kesztyű használata mellett arra is oda kell figyelniük, hogy betartassák a 1,5 méteres távolságot a vendégekkel. A Fonyódi kikötőnél már készülődtek néhány napja a nyitásra a vendéglátóhelyek. Takarították a teraszt, s elviteles fogyasztásra készítették az ételeket. Ez a vendéglő április utolsó hétvégéjén nyitott volna, azonban a koronavírus járvány közbeszólt. A szezon kezdet már most nem olyan, mint amit reméltek. Minimális személyzettel nyitnak. Jelenkeznek, jönnének dolgozni, de hát sajnos egyelőre még akkora forgalom nincs, hogy fel tudnánk őket venni, de meg lesznek. Tehát mindenki várja, hogy a startpiszta eldörüljön, és akkor jönnek dolgozni. Ez az amúgy egész évben nyitva tartó étterem felújítás miatt március elején zárt be. A koronavírus miatt nem is tudott kinyitni. A nyitás lehetőségének nagyon örülnek. A tervek szerint május közepén nyitnának helyben fogyasztásos vendéglátással, tartva a 1,5 méteres távolságot az asztalok között. Szerintem minden balatoni vendéglátós örül neki, mert itt katasztrófa helyzet lenne, hogyha nem tehetnénk ezt meg. Főleg egy ilyen teraszon, mert akinek terasza van, ott 1,5-2 métert, az szerintem mindenki be fogja tudni tartani. Igazodunk, és egy kinti csapott mosdókadót teretettünk fel. Még nincs teljesen készen, mert még jön hozzá ugye ez a kéztörlőpapír, fertőtlenítő, kézmosó, meg pluszban veszünk ide egy fertőtlen, amit előtte. Két fázis lesz. Ebben a Balaton Széplaki büfében is több óvintézkedést hajtottak végre a vendégek és az itt dolgozók érdekében. A koronavírus járvány miatt sok odafigyelésre lesz majd szükség, mondja a tulajdonos. Most be kell rendezkednünk ugyanúgy arra, hogy kinti étkezésre, teraszos, tehát ki tudunk nyitani. Próbálunk elhelyezni úgy a padokat, hogy 1,5 méterre legyenek egymástól. Meg mindent, ahol az elírásnak megfelelően, amit előírtak, azt betartani. Megrendeltük a sok kézmosó, fertőtlenítő van. A legtöbb balatoni büfé, kávézó és étterem ezen a héten kinyit, bízva abban, hogy a belföldi turizmus felélénkül. A ProHuman Magyarország legnagyobb munkaerőkölcsönzéssel és közvetítéssel foglalkozó vállalata stratégiai megállapodást kötött Magyarország kormányával. A pécsi HR Rent a ProHuman cégcsoport tagjaként szakmai tudásával támogatja a gazdasági újrakezdést. Az együttműködési megállapodás aláírásának hivatalos eseményén részt vette a baranyai cég ügyvezető tulajdonosa is. Feleki Attila azt mondja, a cégek azokban a régiókban telepednek le, ahol minőségi, nekik megfelelő munkaerőt találnak. Ezért fontos, hogy HR céggel is kötött stratégiai megállapodást a kormány.
Az együttműködés közvetve Baranya megyének is hasznot jelenthet. Több mint 700 partnerünk van csak itthon, a HR-nek pedig hát attól függ, hogy nézzük, inaktív vagy aktív partnerek, de 150-200 partnere van Németország és Ausztria területén. Tehát az egészen biztos, hogy én szeretnék ebben a térségben is segítséget nyújtani ahhoz, hogy megfelelő számú és minőségű befektető a közeljövőben igenis érkezzen ide. A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfői döntése értelmében a PMFC nevezhet az NB2-es bajnokságra, de legjobb másodikként a Szent Lőrinc együttesét is felkérhetik a felsőbb osztályban szereplésre. A döntést legkevésbé a HR Rend Kozár Michelin csapatát érintette Baranyában, hiszen feljutásra nem volt esélyük, a kiesés veszélye pedig nem fenyegette a gárdát. A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn a hivatalos honlapján számolt be arról, hogy az NB2-ben és NB3-ban a félbemaradt bajnokságok záró táblázata alapján jelölik ki a feljutókat és kiesőket. Ez azt jelenti, hogy a PMFC nevezhet az NB2-es bajnokságra. Ezt most át kell még együtt rágnunk, megbeszélnünk vezetőséggel, szakmai stábbal. Vannak terveink, ugye azért készültünk mindenre, minden forgatókönyvre, de leginkább arra, hogy a PMFC az NB2-be fog jutni, úgyhogy azt gondolom, hogy az út már valamilyen szinten ki van taposva, most már ismételten csak végig kell mennünk rajta. Utoljára márciusban játszott tétmérkőzést a PMFC, de zárt kapuk mögött. A középcsoport tabella élén álló Pécs játékosai azóta egyéni edzésterv alapján dolgoztak, és nem kezdték meg a kis csoportos edzéseket sem, hiszen vártak az MLS döntésére. Mindenki, aki sportember, az arra gondolt, hogy a zöld gyepen lehet ezt befejezni, de azt gondolom, hogy ahogy 5 évvel ezelőtt valamit elvett, nem is keveset tőlünk az élet, azt most valahol visszakaptuk ezzel, bár hogyha azt nézzük, hogy milyen fölénnyel, akár a három csoportot is egybevéve vezetnénk ugye az NB3-at, azt gondolom, hogy akkor talán mégsem lehet annyira keserű a szánk íze, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk. Március közepe óta otthon egyéni edzésterv alapján készültek a HR Rend Kozár Michelin labdarúgó csapatának játékosai is. Az NB3-as gárda azonban a közelmúltban, kis csoportokban, szigorú szabályok mellett elkezdett újra együtt edzeni, és a kormány döntéssel összhangban május 5-ével a távolabb lakó játékosokat kivéve mindenkit edzésre hívott a szakmai stáb. Ekkor jött a hír a hétfői döntésről. Mi azért egy olyan pozícióban voltunk, hogy igazándiból feljutásra esélyünk nem volt, a kiesés nem veszélyeztetett minket. Nyilván a csapatépítést tartottuk most szem előtt, ez azért jó lett volna, hogyha tudjuk folytatni, de most hát így alakult, nyilván a PMFC-nek gratulálunk, örülünk, hogy lesz azért egy baranyai csapat a profi osztályban újra, ez azért az egész megye labdarúgásának nagyon-nagyon fontos. A tervek szerint a HR Rend Kozár Michelin csapata már hétvégén egymás elleni zárt kapus edzőmérkőzést játszik. És végül nézzük legfontosabb Tolna megyei híreinket, még egyszer röviden. Érettségi után a szakmai vizsgák kezdődnek, védőfelszerelést ad az önkormányzat a szekszárdi középiskoláknak. Vádemelés, a legjobb barátját ölte meg egy férfi Bátán. Illegális szeméthalmok, sok bejelentés érkezik a szekszárdi polgármesteri hivatalhoz. Készülnek a strandszezonra, már átálltak nyári üzemmódra a bonyhádi termálfürdőben. Csütörtökön erősen szeles, az évszakos átlagnál kissé hűvösebb, hideg időre van kilátás. Reggel lesz hűvösebb, de napközben sem megy 15 fok fölé a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!